Az adorjáni templom 1858-ban épült a hívék adományaiból. A hivatalos neve Mária látogatása Szent Erzsébetnél, a nép azonban csak Sarlós boldogasszonynak nevezi. Az elmúlt évtizedekben többször is végeztek rajta kisebb felújításokat, ilyen mértékű rekonstrukcióra azonban már régóta nem került sor. A hétfői ünnepi szentmisén megjelentek a vajdasági politikai élet képviselői, valamint a környező egyházközségek papjai is. Az istentiszteletet Pénzes János szabadkai megyés püspök celebrálta. Egy ilyen templom 150 éves valójában megérdemelte, hogy föl legyen teljes mértékben újítva, és örülök annak, hogy ez a fiatal lelki pásztor a bérmálás egybe szinte összekötve egy hónapon belül megvalósította ezt. A teljes villanyhálózat cseréje mellett a templom új oltárt, új misézőasztalt, keresztelőkutat, stációs táblákat, részben új vagy felújított bútorzatot és új padlózatot kapott, majd kívül belül újra festették az épületet. A legutolsó nagyobb felújítás a 70-es években és később a 80-as években történt, de igazából egy teljesen átfogó külső és belső felújítás igazából most történt, úgy Isten igazából először. A munkálatokhoz az adorjáni egyházközség, helyi közösség, a községi önkormányzat, a tartomány és a helyi lakosság is hozzájárul. Hamarosan elvégzik a torony belsejének és a harangozó szerkezetnek a rekonstrukcióját is.